alatt. Ez természetesen attól függ, hogy a versenyzők maguknak hogyan fogják felépíteni az aznapi távjukat. Illetve a világörökség részeken nyilvántartott ősi településekre is el fog látogatni. Illetve van még egy nagyon fontos bejelentővaló. Az első évben sikerült az elzárt területre bejutnunk, és ez idén is úgy néz ki, hogy megvalósul, és engedélyt kapunk arra, hogy elgolt a területére bejussunk. Ez egy elzárt ipari terület, ahol már csak speciális engedélyekkel lehet bejutni. Átlagos turista ide nem lehet. Úgyhogy a Szamarán most nyújt egy olyan pluszt, ami nem tudunk minden évben biztosítani, de köszönhetően a szorosabb együttműködésnek, az engedélyeztetésnek ígéretünk van arra, hogy ha minden jól megy, akkor bejussunk el Borjába. Ezen a területen egyébként gyönyörű órás gyűjtők vannak, és éjszaka elég speciális a látvány, ugyanis a gázkutaknak a fáklyái világítanak éjszaka, tehát mint pici apró gyufaszálak a gyűjtők tetején elég speciális látvány nyújt. Előzőkből az is kiderült, hogy mára ez a futam nem teljesíthető kétkerék meghajtású járművekkel, ahogy ez régen volt. Ez nem egy flugos futam, de felkészített autókkal jönnek el az indulók és a versenyzőink. Ahogy látható, hogy két autó ki van állítva, természetesen erősített futómű, gumi és megbízható működés kell ahhoz, hogy végig érjenek a versenyzők. És akkor hadd mutassam be a kollégájukat, valószínűleg már mindenki ismeri, Borsa Miklóst, tévés műsorvezető. Arra kértem Miklós, hogy egy kicsit beszéljen az ő tapasztalatairól, mert kétszer volt velünk futamon, illetve úgy néz ki, hogy idén is el tud jönni, hogy mi az, amit vár az idei szemináriumtól. Üdvözlök mindenkit! Igen, valóban kétszer voltam a Szaharán, és nagyjából ugyanazt várom, amit eddig kaptam tőle. Azt, hogy egy nagyon jó csapat megy el. A Szaharán az nem egy Dakar, és ezt nem rossz értelemben mondom, hanem nem jó értelemben. Mert hogy ott a versenyzők azért nagyrészt egy bevételi forrást jelentenek azok, akik amatőrként indulnak el, hát egy nyári csapatot hozott meg. Azokról ne is beszéljünk, mert olyan költségvetéssel dolgoznak, ami ugye nekik az életükben nem lesz annyi pénzünk soha. Az a jó a Szaharánban, hogy nem kell hozzá ennyi pénz. Tehát két ember gyakorlatilag annyi ráfordítással, mint az autók nem számolva, el tud jutni egy kéthetes tunéziai, ilyen egyedülálló érményre, hogy olyan területekre juthat el, ahova egyébként nem lehet bemenni, mint amennyiben mondjuk egy egyhetes londoni utazás repülőjeggyel, stb. Kerül. Egy évben voltam tavasszal a Szaharán, és utána októberben Londonban, és mind a kettő ugyanúgy került két főre, tehát ezért tudom a kettőt így összehasonlítani. Olyan 30 autó körül szokott menni. És ez a 30 autó, ez még egy olyan egyben tartható társaság, akik nem klikkesednek. Minden este, amikor olyan helyen vagyunk, hogy a sivatagban éjszakázunk, ezt tudjuk mi, ugye nem 5 csillagos hotelünk van, hanem 1 millió csillagos hotelünk van, akkor a táborközet rakunk, beszélgetünk. Valahogy ez a sivatag érdekessége mindig feltűnik egy-egy helyi, amit tényleg nem tudjuk, hogy volt, de hogyha valahol megáll egy autó a sivatag közepén, akkor 10 percen belül ott van egy helyi. Nem tudom, hogy én beütök, hogy itt van, és mindig megtalálják azt az embert, aki valahol megállt. Segítenek, hogyha elakadtunk, hogyha éppen nem elakadtunk, akkor valamit el akarnak adni nekünk. De ez egy másik kérdés. Nagyon jó fejek az emberek. Tehát elég sok helyen voltam, az is volt már jó sok országban, így autóval Afrikában. Én azt gondolom, hogy mind a civilek, mind a hatóságok Tunéziában legbarátságosabbak. Tehát van Afrikának olyan része, ahova elmentünk már autóval, és ott csak azért állít meg a rendőr, hogy azt mondja, hogy akkor 30 euró és tovább mehetek. Itt ilyen nincs. Itt engem a két alkalommal, amikor voltam ki, egyetlen egyszer állított meg rendőr azért, mert közeledtünk a elzárt terület felé, és megkérdezte, hogy nem tévedtem el, és tudom, hogy merre akarok menni. Amikor mondtam, hogy hova szeretnék menni, akkor mondta, hogy rendben van, arra menjek a következő kereszteződésnek, arra oda jutott jó utat. Ennyi volt a hatóságuk, idézőjelbe téve a legzárás a Tunéziában. Mindent igyekeznek megoldani.
és hogyha elkerülhetetlen talán az a kérdés, hogy ugye az utóbbi időben azért voltak Tunéziában, amiről is is beszélt, hogy ez megváltozott biztonsági rések, úgymond. Én nem gondolom, hogy ez a Tunéziát és a tunéziai biztonságot minősíteni. Mert akkor nem menjünk el Párizsba és Franciaországba, ahol volt merélet Bataclanban a klubban, nem menjünk Kölnben, tehát Németországba, nem menjünk Londonba, ahol metrót robbantottak. Én azt gondolom, hogy ezek teljesen elszigetelt emberek és elszigetelt jelenségek. Ráadásul ránk, mint mezőny mindig nagyon vigyáznak, ezt Andris is elmondta, hogy most még ehhez képest is különösen. Ráadásul ez az elzárt terület, ahol megyünk, oda nekem is lehet bemenni. Tehát én azt gondolom, hogyha valakinek felmerül az a kérdés, hogy biztonságosabb elmenni egy Szaharára, Tunéziába, akkor azt kell mondjam, hogy igen.